11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 29., 30. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 10. és 16. pontja nem kapta meg a bizottság szükséges támogatását, ezért ezekről nem döntünk. Az ajánlás 2., 18. és 24. pontjai sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP szavazást kért róluk. Az ajánlás 20. pontja szintén nem kapta meg a szükséges támogatást, de a Jobbik kérte a határozat hozzalatalát. Annak érdekében, hogy erről dönteni lehessen, a frakció indítványozta a kiegészítő ajánlás 20., 21. és 22. pontjairól történő külön szavazást. Az ajánlás 1., 3. és 28. pontjai sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP szavazást kért róluk. Köszönöm szépen, jegyzőasszony, tisztelt országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a további támogatott indítványok elfogadása kizárja az ajánlás 16. pontjában szereplő javaslatot. Tájékoztatom önöket, hogy a TPER 360/55-ös számú ajánlásban az Alkotmányügyi Bizottság állást foglalt arról, hogy melyek azok a módosító javaslatok, amelyek elfogadása a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazatát igénylik. Az állásfoglalásra figyelemmel a támogatott indítványokról két részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott javaslatokat a külön szavazásra kért, a kiegészítő ajánlás 8., 17., 18., 20., 21. és 22. pontjai kivételével. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 256 igen, 45 nem és 55 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. Kérdezem önöket, elfogadják-e az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 256 igen, 45 nem és 56 tartózkodás mellett a egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a külön szavazásra kért indítványokról és azok alternatíváiról döntünk. A kiegészítő ajánlás 8. pontjában a Kulturális Bizottság javaslatáról döntünk. Ebben a 16. szakasz első bekezdésében a médiatörvény 33. szakasz 3. bekezdés C pontjában a bizottság jogszabályi hivatkozást pontosít. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 356 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Az ajánlás 20. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a 21. szakaszban a médiatörvény 4. fejezetének módosítását kezdeményezik. Ezekben a közszolgálati műsorszolgáltatók egyes testületi vezetőire vonatkozó szabályokat módosítják. Ezeknek alternatívája szerepel a kiegészítő ajánlás 20., 21. és 22. pontjaiban. Először az ajánlás 20. pontjáról döntünk. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szerint. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 46 igen, 300 nem és 13 tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Most a kiegészítő ajánlás 20., 21. és 22. pontjairól döntünk a Kulturális Bizottság javaslata szerint.
Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 314 igen, 2 nem és 43 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. Most a Kulturális Bizottság javaslatáról döntünk a kiegészítő ajánlás 17. pontja szerint. A bizottság ebben azt javasolja, hogy a 21. szakaszban a médiatörvény 56. szakasz 7. bekezdése szerint a kuratórium megalakulásához legalább 3 tagja megválasztása legyen szükséges. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 271 igen, 46 nem és 40 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. A kiegészítő ajánlás 18. pontjában a Kulturális Bizottság a 21. szakaszban a médiatörvény 56. szakasz 10. bekezdésének módosításával azt javasolja, hogy a kuratórium egy további tagját is a médiatanács delegálja. Az előterjesztő támogatja a javaslatot, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 255 igen, 100 nem és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Most a frakciókérések alapján további indítványokról is szavazunk. Az ajánlás első pontjában Karácsony Gergely, az első szakasz második bekezdésében a hírközlési törvény 9. szakasz első bekezdésének módosítását kezdeményezi. Ebben a hatóság általános feladataira történő utalás elhagyását javasolja. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 95 igen, 261 nem és ellenszavazat és 261 nem és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, az ajánlás második pontjában Ledvai Ildikó és Mandur László második szakaszban a hírközlési törvény 14. szakasz második bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Ennek alapján a hírközlési hatóság elnökét a parlament a kormányzati ciklus időtartamára választja meg. Ennek alternatívája szerepel az ajánlás harmadik, valamint a kiegészítő ajánlás első pontjában. Először a második pontról szavazunk az MSZP kérésére. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 58 igen, 258 nem és 43 tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Most az ajánlás harmadik pontjában Karácsony Gergely indítványáról döntünk. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 100 igen, 259 nem és egy tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Most a kiegészítő ajánlás első pontjában Révész Máriusz és Kővári János javaslata következik. A bizottságok a javaslatot nem támogatják. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint.
Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 14 igen, 305 nem, és 40 tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 18. pontjában Lendvai Ildikó a 18. szakaszban a médiatörvény 44. szakasza helyébe új rendelkezések felvételét javasolja. Ebben a médiatanács tagjainak szavazatai arányára vonatkozó szabályozást terjeszt elő. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 56 igen, 262 nem, és 41 tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 24. pontjában Lendvai Ildikó a 21. szakaszban a médiatörvény 66/A szakasz első bekezdés módosításával a vezérigazgató kinevezésére irányadó szabályokat terjeszt elő. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 103 igen, 256 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 28. pontjában Karácsony Gergely a második mellékletben a médiatörvény második melléklete nagy L pontjának módosításával és új pontokkal történő kiegészítésével a jelölő szervezetek körét bővíti. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 90 igen, 272 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomás olyan javaslatról, amelyről kellett volna döntenünk? Jelentkezőt nem látok. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a közszolgálati közalapítvány felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Cser Polkovics András és Rogán Antal fideszes képviselők önálló indítványát H/362-es 362-es számon, a bizottságok ajánlását pedig H/362/5-ös és 7-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Az előterjesztők a részletes vita lezárását követően már válaszoltak az elhangzottakra. Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első, második és harmadik pontjai nem kapták meg a bizottság szükséges támogatását, de a frakciók kérték az ezekről történő határozathozatalt. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők a kiegészítő ajánlás első, második, harmadik, negyedik és ötödik pontjait támogatják. Arra figyelemmel, hogy ezek közül az első pont elfogadásához egyszerű többség is elegendő, a támogatott javaslatokról két részletben dönt az országgyűlés. Kérdezem, önöket elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 363 igen, egy nem szavazattal, tartózkodás nélkül, a minősített többséget